Kezdeném azzal, hogy az Úr tényleg mindig mindenkivel van, és velem annyira van, hogy tényleg ő tesz nekem bizonyságot, rajtam keresztül teszi, és történt velem múlt héten egy csodálatos dolog, hogy hétvégenként össze szoktunk jönni testvérekkel, keresztény testvérekkel nálam, és beszélgetünk, és én még mindig az éjszakába dolgozok, engem onnan hozott ki az Úr, és megcsörrent egyszer a telefonom, hogy menjek már be a munkahelyemre, mert egy ember dolgozott, egy portás, és hogy len vannak egy páron olyan emberek, akik itt kicsit berúgtak és duhajkodnak, menjek már oda segíteni, szóltak a többieknek is. És mondtam, nem nagyon volt kedvem, de valamit éreztem, mintha tényleg mennem kell, már csak azért is, hogy mivel egyedül van ott, de valami belül így, mintha mondta volna, hogy menjél. És beültem a kocsiba, és elmentem a munkahelyemre, és mondta ott az egyik barátom, hogy várjuk meg a többieket, még ide jönnek. Hát mondtam, hogy nem várom meg, mondom, én oda megyek, beszélek, hogy megnézem, mondom, kik ezek. És fogtam, és olyan érzés volt bennem, nem olyasmi, mint régen, mikor régen is úgy oda mentem, de most valami sokkal, de sokkal nagyobb. És nyílt egyenesen bementem oda közéjük. Tényleg négyen voltak ott, már hallottam, hogy hangoskodnak, duhajkodnak. Volt ott két olyan srác, aki eltörpültem szó szerint mellettük, két nagyon nagy darab, és láttam, hogy hangoskodnak és csúnyán beszélnek. Én a szórakoztatóiparban vagyok, még ott dolgozok, és van egy ilyen hosszú folyosú színpad a munkahelyemen, és az egyik srác az ott ült, másik három szembe ült, velem szembe én álltam, ők ott ültek, és szóltam a srácnak, hogy gyere, légy szíves, állj már fel a színpadra, hogy nem lehet odaülni, ülj le oda a székre. De közben röhögtem, és már éreztem, hogy be vagyok telve Szentlélekkel. És szemben volt az egyik nagy darab srác, az megszólalt, hogy szóval hogy mersz te nekem beszólni, hogy mersz te nekünk így ide szólni, ki vagy te? És mondom, és én meg visszakérdeztem, miért mondom, te ki vagy? És akkor így ilyen szópárba keretkezett, és akkor még felálltak szembe így rám, és rám szólt, hogy azt mondja, miért te ki vagy? Én már azt mondtam neki, egyből jött ki, hogy mondjam, Isten gyermeke vagyok. És közben az a srác, aki a színpadon volt, az így hátulról jött felém, így oldalt, nem tudom mi az igazság, hogy meg akart-e támadni, vagy nem, de ők már szembe már székeket tolták meg az asztalt félre, hogy szinte nekem fognak esni. És ez a srác ide bejött így a látószögembe, és rám nézett, és azt mondta, hogy azt mondja, vigyázzatok, ez a srác, ez egy nagyon nagy kenet van, hogy így megmondta. És én döltem a rögést őszinte, éreztem. És amikor kimondtam, ez közben egyszerre játszódott le, és mondja a srác azt, hogy miért te keresztény vagy? Igen, mondom, én keresztény vagyok, mondom, Jézust követem, és beszéltem az Úrról nekik. És egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy az egyik nagyon nagy darab srác, az úgy visszahuppant a székbe, és összeesett, hogy levegőt is alig bírt venni, aki meg mellem maradt szembe, az olyanokat mondott csak, hogy azt mondja, hogy tiszteljél már meg, légy szíves, hogy meghívhatlak egy italra, hogy beszélgessél már velem, bocsáss meg nekem, ne haragudjál. És rendesen éreztem azt, hogy mikor így megálltam itt szembe velük, hogy éreztem, hogy tényleg egy sereg fel van vonulva itt mellettem. Régen, mikor dolgoztam egy nagy szórakozón, akkor is felsorakoztak, de ez más volt. Itt sokkal hatalmasabb erő volt, és ami a legfurcsább volt, hogy egyfolytában szinte röhögtem. És a vége az lett, hogy ott elbeszélgettem velük, persze az Úrról, és mondja a srác, azt mondja, hogy figyelj, én is benne vagyok az éjszakában elég régóta, és azt mondja, még soha velem ilyen nem történt, hogy valaki így jöjjön ide hozzám. Mindig, aki odajött hozzám, és még tényleg jó, be vagyok rúgva, meg be volt egy kicsit kábítószerezve, azt mondja, ebből mindig verekedés volt, de azt mondja, te valami olyan erővel jöttél ide, hogy ilyet még nem is láttam, meg nem is éreztem. És annyira jó volt beszélni az Úrról, hogy két gyerek ott mindjárt mondta, és azt mondja, hogy szeretne majd később is találkozni velem, és beszéljünk már az Úrról. És végül kiderült, hogy az egyik az egy régi megtért hídgyülekezetes volt, és mondta, hogy ő visszaesett sajnos a bűnbe, de azt mondja, amikor meglátott, hogy fél oldalról engem, azt mondja, olyan árad ki belőle, mint hogyha maga Isten állt volna itt vele szembe, és köpni nyelni nem tudtak. Szóval csodálatos volt ez az Úr, amit megmutatta nekem így, és tudtam róla beszélni. De történt még egy nagyon nagy csoda,
sőt, folyamatosan történik a csoda, de ezt már az Emilnek átadnám, akivel szolgáljuk az urat a Baracskai BV intézetben, és ő elmondja.